Tisztségújítás volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeténél. A kamara megyei elnökét újra választották, Rácz Imre munkáját 7 alelnök segíti. Idén májusban döntött a kamara arról, hogy a hatékonyabb működés érdekében a tisztújítás alkalmával a szervezet szakmai osztályainak rendszere is átalakul. Erről is kérdezem a régiói elnököt, Rácz Imrét. Jó estét kívánok! Köszönöm. Miért volt szükség arra, hogy átalakítsák a szervezetet? 15 kamarai osztály működött az Agrárgazdasági Kamaránál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 14 a húsiparral kapcsolatos osztályt mi meg se alakítottuk, ugyanis nem jellemző a mi megyénkre, hogy olyan nagy cégek lennének itt, akik ezt a szakmát, illetve ezt az osztályokat működtesse. Ezért úgy gondolta az országos vezetés is a mi javaslatunkra is, hogy nem biztos, hogy minden megyében meg kell 15 kamarai osztálynak alakulni, ha nem jellemző az arra a megyére, és így próbáltunk összevonni osztályokat, és akkor majd osztályon belül próbálunk meg alosztályokat, hogyha mondjuk ha csak az állattenyésztésről beszélünk, akár a juhászok is külön, vagy a sertéstartók, ha ez jellemző egy-egy térségre, de hogy az országos kamara foglalkozon olyan ügyekkel, olyan osztályokat alakítson meg, aki összehozzuk az osztályüléseket, és egy megyére az nem jellemző, felesleges időtöltésnek tartottuk. Itt a megyében melyek a legfajsúlyosabb területek a mezőgazdaságon belül, amelyek külön osztályokként megmaradtak? A szántóföldi növénytermesztés osztály eddig is kivette a részét a szakmai munkában, országos szinten is, illetve kiemelkedik itt a dohány, illetve a kertészeti osztály. A kertészeti osztályból adtunk eddig is alelnököt országos szinten is, és a továbbiakban is remélem, hogy lesz lehetőségünk erre, és a mi megyénkre jellemző, főleg az almának itt állítjuk elő 65%-át, nyilván mi szeretnénk irányítani ezt, akár országos szinten is befolyással lenni a törvénymódosításokra, illetve a pályázati feltételek megfogalmazásánál. Ide kapcsolhatnánk, hogy az öntözés fejlesztési beruházásoknak a tervezési időszakában nagyon aktívak szeretnénk lenni, és ezért meg is teszünk mindent országos szinten is. Termésmennyiség, vagy árbevétel, vagy az alapján döntenek, hogy hányan foglalkoznak egy-egy területtel? Hát én úgy gondolom, hogy az elfoglalt termőterület. 28 ezer hektár gyümölcsösről beszélhetünk országos szinten, mondjuk az almából, és abból 18 ezertől több itt van a mi megyénkben, úgyhogy úgy gondolom, hogy a majdnem kétharmada, ha itt van egy kultúrnövénynek, akkor annak a megyének abban élen kell járni. Mennyire tudja érvényesíteni a kamara a megyében az érdekeket? Hát én úgy gondolom, hogyha az lenne a cél, hogy legalább úgy tudjuk érvényesíteni a szándékainkat, illetve képviselni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az elkövetkezendő időszakomban is, mint ahogy eddig ez sikerült, akkor összetehetnénk a két kezünket, mert én úgy gondolom, hogy olyan kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni az FM-mel, illetve az Agrárgazdasági Kamara vezetésével, a Magusszal, hogy én nem nagyon tudnák olyat említeni, amit mi felvetettünk, és az nem önös érdek volt, hanem a megye gazdáit. Ennek az érdekébe tettük, hogy az ne valósuljon meg. Mi volt ennek az évnek? Lassan már ugye az év vége felé járunk, sőt, hát a mezőgazdaság szempontjából azért már lezárulnak a folyamatok, illetve készülődnek már a következő szezonra. Mi volt ennek az évnek a legnagyobb nehézsége, illetve amit kamaraként a legnagyobb sikernek tud elkönyvelni? Hát én úgy gondolom, hogy több is van, amik még nem fejeződtek be, áthúzódnak a következő évre. Szembesültünk most már nem csak a mezőgazdaság, a közfoglalkoztatás problémáival. A munkaerőre 2014 óta folyamatosan feszegessük ezt, és lassan eljutottunk addig, hogy most már kormányzati szinten foglalkozunk ezzel. Ezt a megyei agrárgazdasági kamara sikerének könyvelhetjük el. Ennek könyvelhetjük el, hogy májustól a kármérséklő rendszer be fog indulni, még akkor is a régiók központok nem lesznek kész, de a
már azok a folyamatok elindultak, hogyha nem lesz kész a központ, akkor is egy másik helyen bérelt helyiségből, de megindul ez a jégkármérséklőrendszer. Ezt is én azt gondolhatom, hogy nagyon összehozható a kamara vezetésével, a megyei kamara vezetésével, talán személy szerint még velem is, mert talán én voltam az, aki kitartóan küzdöttem ezért. Emlékeztetni szeretném a nézőket, hogy 2 évvel ezelőtt már ez megvalósulhatott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csak már akkor is én azt szerettem, hogy ez egy országos lefedettségű legyen, ugyanis annyival hatékonyabb az, hogy a szélirányok hatásai miatt akkor mégis kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valamelyik települések nem lesznek megvédve, és kaptam ígéretet a kamara vezetésétől arra, hogy akkor nem, de az anyagi források a lehetőséget teremtenek, akkor az egész országos lefedettségű lesz, és akkor dicsekedhetünk azzal, hogy Európában egyedüliként Magyarország lesz, ahol egy ilyen egész országot lefedő jégelhárító jégkármérséklőrendszer fog üzemelni. Az öntözés is említhetném, azzal is sokat küzdöttünk, ugyanis szembesültünk azzal, hogy milyen víztestek vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és sok telepíteni vágyónak az lett volna az akadálya, hogy azért nem kap majd engedélyt, mert olyan víztesten gazdálkodik. Ezt is sikernek könyvelhessük el, hogy sikerült ezen a problémán is túlnyúlni, sőt olyan fejlesztési, öntözésfejlesztési stratégián dolgozunk, ami akár 10-20-50 évre meghatározhatja a megye és az ország öntözött területének a fejlődését is. Mennyit tud segíteni a kamara a pályáztatásban, illetve a támogatások koordinálásában? Hát a pályázati feltételek kialakításában nagyon nagy szerepet vállalunk, hogy az minél több ember számára elérhető legyen. Ha arra gondolunk, hogy a tavalyi évben elhúzódtak, illetve az idei évre nyúltak át egész június 30-a környékére a terület alapú, illetve más jogcímen szerzett támogatások. Mi mondhatjuk, hogy a megyéből kezdeményeztük a kamara vezetésénél, hogy jöjjön létre egy olyan bizottság, aki megvizsgálja, hogy mi volt annak az elhúzódásnak az okai, és a mi javaslatunkra egy 5 az FM, a miniszterelnökség, a kamara, MAGOSZ és még egy 5. nemzetgazdasági minisztérium vezetőiből összeálló csapat megvizsgálta ezeket az eseményeket, hogy mi hátráltatta a kifizetést, mi javaslatunkat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy most olyan nagy csend van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és remélem az egész országban itt a kifizetések körül azért nem hallani, hogy a sajtó ezzel foglalkozna. Ez azt jelenteti, hogy ezek a problémák megoldódtak, illetve kevés olyan személyről, emberekről, gazdálkodókról tudok, akik megkerestek engem azzal, hogy nem kapták még meg a támogatást. Ezek mind ellenőrzésen voltak, akik ellenőrzésen voltak, és valamilyen pótlást kellett nekik elvégezni, csak azok lehetnek olyanok, akik nem lettek kifizetve, de olyanról, hogy valakinek olyan problémája lenne, hogy nem oldódott meg a jegyzékeny, nem záródott le, jelenleg nem is tudok. Rácz Imre, további sikeres munkát kívánunk, és köszönöm, hogy befáradt ma a stúdióba hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget.